Tessék, parancsoljon! Sok szeretettel, boldog karácsonyt kívánunk! Köszönöm szépen! Tisztítószerekkel teli csomagot ad át Várdombon Deregán Gábor, Tolna megye 2021-es karácsonyi nagykövete, a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságának a főtitkára. Az egyszülős központ nagyköveteinek segítségével 100 nehéz helyzetben lévő, vidéken élő egyszülős családhoz fejenként 25 000 forint értékű tisztító és tisztálkodó szereket tartalmazó csomag jut el karácsonyig. Kis Maria megözvegyült, egyedül neveli kisfiát, az alapítvány oldalán regisztrált és kérte a karácsony előtti segítséget. Egy évben egyszer kaptunk élelmiszercsomagot, és most évvégén egy tisztasági csomagot. Az egyszülős központ megalakulásától kezdve arra törekszik, hogy az ország minél több pontján tudjon segíteni az egyedülálló szülőknek. Ennek egy fontos mérföldköve a 2021 karácsonyi nagykövet kezdeményezésük. Adományaik vidékre történő eljutatása sokszor akadályokba ütközik, ezért helyi kötődésű prominens személyeket kértek fel a nagyköveti posztra, akik Budapestről még karácsony előtt elviszik a csomagjaikat az ország különböző megyeibe. Akik regisztrálnak, azok különböző ilyen programokba vehetnek részt, és kapnak folyamatosan tájékoztatást az egyszülős központnak a lehetőségeiről. Ezt azért mondom, mert ebbe a jogi tanácsadástól kezdődően a pszichológus igénybevételén át rengeteg dolog van. Például mondjuk csak egy ilyen gyakorlati példát mondjuk, amikor mozi jegyet kap, ha a központ felajánl egy mozi, mondjuk 30 mozi jegyet ingyenesen, akkor ezt meghirdetik, és akkor a szülők jelentkezhetnek rá, és akkor elmehetnek ingyen, akár moziba, színházba, vagy a mi esetünkben sporteseményekre szoktunk így jegyet adni nekik. Az egyszülős központ ebben az évben közel 400 családnak tudja könnyebbé tenni a mindennapjait, akik közül 250 vidéken él. Tolna megyében Szekszárdra, Szedrese, Tolnára és Várdombra juttatnak el karácsonyi csomagot.